Alapvetően a kórház főbejáratához érkezők tájékoztatást kapnak, illetve egy kérdést teszünk fel nekik, hogy milyen ügyben érkeztek a kórházba. Amennyiben rendelőintézeti kezelésre érkeztek, akkor a rendelőintézet parkolófelőli vízkijáratát használhatják bejáratként. Az átalakításra került, tehát azt lehet használni. Így kérünk mindenkit, aki rendelőintézeti ellátásra érkezett, hogy rögtön akár oda is mehet, és onnan be tud jutni, nem kell rögtön a főbejárathoz jönni. Akik beteglátogatási célból érkeznek a kórházba, sajnos beteglátogatási tilalom van, így ők ezt nem tehetik meg. Csomagot átadhattak, lehetőség szerint kérjük ezeket felcímkézni, és ezeket átvesszük, és nyilván a hozzátartozónak el fogjuk juttatni. Akik traumaellátásra érkeztek, azok nyilván a traumaellátás felé el tudnak menni, illetve az SBO ellátásra is a traumaellátáson keresztül lehet eljutni. A kórházba maga a fekvőbeteg ellátó részben csak azok kerülnek beengedésre, akik olyan ellátásra érkeznek, akik az emeleti részen kerülnek ellátásra, ehhez beutalóra van szükség, érvényes beutalóra, vagy osztályvezető főorvosi írásos engedélyre. Ezt be kell mutatni, ennek validálását megismervén juthat fel valaki a fekvőbeteg részre.